A vírushelyzet miatt elmaradt versenyek okán az elmúlt hétvégén Faddomboriban zajló kajakkenu vidékbajnokságon és természetesen a vele párhuzamosan megrendezett Budapest bajnokságon is rekord részvétel történt. Úgy tűnik, a vírus alapvetően nem hátráltatta a kajakosok és a kenusok felkészülését. A szabályok betartása mellett lehetett egyénileg kondicionáló edzéseket végezni a holtidényben, és ahogy az idő engedte, a lehető leghamarabb megtörtént a vízreszállás is. Ennek is köszönhető, hogy a rövidebb távokon 200-tól 1000 méterig jó tempójú érdekes versenynek volt helyszíne Faddombori az országos vidékbajnokságon. Ilyen módon három hónap nem esett ki a legtöbb versenyzőnél, körülbelül egy-másfél hónap az, ami teljesen kiesett a vízi munkából a felkészülés során. Sok verseny már elmaradt, köztük a kiemelt nemzetközi versenyek is, későbbre halasztotta ezeket a Nemzetközi Szövetség. Ám Magyarország, mint kajakkenu nagyhatalom, az év hátralevő részében három különböző nagy nemzetközi versenyt is rendezhet, Szegeden, Győrben, illetve Budapesten. Itt a vidékbajnokságon rövidebb távokon is hajóba ültek a hosszabb távra készülő maratonisták is. Tolna megye legerősebb, legnagyobb szakosztályától, az atomerőmű esétől azok a reflektorfényben levő meghatározó versenyzők, legfőképpen a kenusok is elindultak, akik síkvizen és maratonon is versenyeznek, mi több, mindkét szakákban bizonyítottak is. Az én kenusaim odaálltak, mindenki Kolesszár Zoltán, Kollár Kristóf, Odován, Dávid, ők itt voltak mindannyian tegnap. Ugye első három helyet ők szerezték meg U23-ban, majd ma még 1000 méteren folytatják, egyesbe, párosba, úgyhogy ők elindultak. Illetve hát korosztályos válogatottak, ugye Jóász István, Kertész Gréta, ők indulnak. Ők voltak a vidékbajnokságon született 8 paksi aranyérem fő szállítói, ám a 12 ezüsthöz és az egyel több bronzhoz már azok is szép számmal hozzájárultak, akik újoncként, serdülőként vagy éppen elsőéves ifik között versenyezve a közeljövő generációjaként bontogatják szárnyaikat. Minden korosztályban vannak ügyes versenyzőink, illetve vannak olyanok, akik mondjuk kevesebb edzésen tudnak részt venni, de eljönnek versenyezni. Nyilván mindenkivel szemben más az elvárás, aki ott van minden edzésen és kellően komolyan veszi a sportágat, ő nekik a dobogós helyezés, vannak akiktől már egy döntős helyezés is szép elvárás, vagy adott esetben egy középfutamba bekerülés, vagy egy középfutamban jó szereplés, tehát ez mindenkinek saját magához mérten. Az országos vidékbajnokságon az ASE 8 aranyat, 9 ezüstöt, 6 bronzot szerezve az összesített pontversenyben 55 résztvevő szakosztály között a 7. helyen végzett. A szintén népes küldöttséggel, sok versenyzővel érkező szekszárdi kajakkenu ese, amelynek versenyzői az alsó korosztályokban 34 dobogós helyezést lapátoltak össze, 9 aranyjal, 12 ezüsttel és 13 bronzzal, ezzel együtt a nem várt 5. helyen zárt a szakosztály. Szinte csak a nagy klubok előzték meg Jámbor Attila és Inger Nikolett tanítványait. A Tolna KC lehetőségei miatt jóval kevesebb versenyzővel vett részt a vidékbajnokságon. Balina József vezetőedző elégedett volt azzal, hogy az alsóbb korosztályokban jó néhány érmes helyezés is tanúskodott versenyzőik fejlődéséről. Az országos feljutást is, mint célt, többen teljesítették a tolnai kajakosok közül. Ezen a számukra komolyabb tét nélküli, de fontos felkészülési versenyen.